Köszönöm kedves nézőinket, a Jász Trió Televízió apáti hírmondóját látják, nézzük heti témáinkat. Történelmi hagyományoknak megfelelő formulák mellett emlékeztek az előjárók az önmegváltás 272 éves történelmi jubileumára Jászberényben. Jász apátin ünnepi beszédekkel és fejhajtással tisztelegtek a helyi redemptus ősök előtt. Hírek, információk, felhívások május hónapra. Búcsú és kihívás. A hétvégén elballagtak a katolikus gimnázium szakképző diákjai, még a héten zajlik a több tekintetben megújult 2017-es érettségi. A munka ünnepén a gyermekek májusfán díszítettek, a motorosok felvonultak, míg a kaszkadőr show, a városi fellépők és a finom ételek idén összehozták a jászapáti embereket. A történelmi hagyományoknak megfelelő formulák mellett emlékeztek meg az előjárók az önmegváltás 272 éves történelmi jubileumáról, majd díjazták a példamutató munkát végző hagyományőrzőket múlt szombaton Jászberényben, a Dériné rendezvényházban. A történelmi hagyományoknak megfelelően az előjárók, a történelmi zászlók és a jászok legbecsesebb kincsének, a jászkürtnek bevonulásával indult a redemciós jubileumi díszünnepség, ahol a 250 esztendős Lehel vezér gimnázium férfikarának prezentálásában hallhattuk a nemzeti és jász himnuszunkat, majd dr. Barta Júlia néprajzkutató turkológus előadásában a Kun mi atyánkot eredeti nyelvezetében. Szent Bárszínbó köcsli bucsin, égi tengri. Ámen. Jó keresztényi mi voltukon túl nem csak az a sok-sok jász és kunfoház segített 272 éve május 6-án a Jászkun 3-as kerület önmegváltásánál. Amikor 1745-ben a Jászkun redemciót szentesítő diplomát aláírta Mária Terézia, akkor őseink szabadságukért cserébe 500 ezer rajnai aranyforintot és annak kamatait fizették ki. Emellett pedig 1000 lovas katona kiállítását vállalták. Ennek nagyságát akkor érthetjük meg, ha tudjuk, hogy ez megegyezett az akkori teljes évi magyarországi költségvetéssel. Jászok, kunok, avarok már mindannyian magyarok. Erre emlékezve a Magyar Országgyűlés 2014-ben május 6-át a redemció kihirdetésének és egyben az egykori 3-as kerület autonómiájának emléknapjává nyilvánította. Amikor egy nemzet, egy népcsoport a megmaradásáért küzd, amikor szó szerint a jövő a tét, és ezért már jelen időben is nagyon sokat kell dolgozni, akkor csak is arra szabad hallgatni, aki elég bátor és eszes is ahhoz, hogy megnyerje azt a jövőt. Jászkun őseink ilyen emberek voltak. Kegyelettel és tisztelettel emlékezünk rájuk, és örülünk annak, hogy a nagy döntés 272. évfordulóján kimondhatjuk, amit tettek, jól tették. Nekik köszönhetjük, hogy jászként, kunként ma is itt élünk Magyarország közepén, hogy tudjuk, kik voltak az őseink, és reménykedhetünk abban, hogy utódaink is tudni fogják, és folytatják az ősök megkezdett munkáját. Dr. Szabó Tamás polgármester visszaemlékezését Pócs János országgyűlési képviselő folytatta, aki elmondta, hogy a jászkun összefogás és mentalitás mindenkiben tiszteletet ébreszt. A gyűjtmentek között már régóta köztudott, hogy a jász mi volt, igazi emberi érték. 272 évvel ezelőtt a redemció után is mi büszkén hirdetjük és érezzük, jásznak lenni nem ajándék, amit megkaphatunk, nem áru, amit megvehetünk. Jásznak lenni érték, amit nem lehet megkapni, megvenni vagy ellopni és továbbadni azt. Jásznak lenni, azt ki kell érdemelni. Aki pedig ebben a tisztelt körben már helyet kapott, jó úton halad a szorgos, becsületes, hagyományait tisztelő élet felé. Az emelkedett hangulatban Csikós Miklós regnáló jászkapitány az ősök mintájára megfogalmazott, mai összefogása buzdította a jászokat és a kunokat. Kassai Lajostól származó a gondolat, nem az ősöket kell követni, hanem azt, amit az ősök követtek. A redemciós küzdelem sikere a jászok és a kunok összefogásának gyümölcse. Erre az összefogásra,
az összefogás hagyományának követésére szólítom fel minden jelenlévő és távol lévő Jász és Kun testvéreimet. Csikós Miklós szerint a redemció annak az ékes példája, hogyan lehet békés úton szabadságharcot vívni, és áldozatok híján elnyerni azt. Elérni a békét, elérni a közösségi összetartozás megnyugtató védelmét. Kérem, idézzék fel magukban önök is a saját történetüket. Hogyan jelent meg az első gondolat, a felismerés, ami megmutatta, hogy hová tartoznak? Miért van az, hogy a hagyományok felkarolása nem csak divat Magyarországon? A régiek is tudták ezt, hogy ez nagyon fontos. Fontos tényező hozzátartozik az egészséges, kulturális környezethez. Az ünnepi szónoklatok végén Borbás Ferenc jászkapitány rámutatott, hogy milyen erővel rendelkeztek a jászok és a kunok a múltban. Hogyan váltották meg többször is szabadságukat, hogyan alakították ki történeti kiváltságaikat, példát mutatva az utódoknak. Hatalmas áldozatokkal, de 1745. március 18-án Mária Terézia engedélyezte az önmegváltást. És május 6-án valóban alá is írta ezt a nyomtatványt, így tartjuk számon mind a mai napig, ezt tartjuk hivatalosan redemció napjának. Dr. Farkas Kristóf Vince történész múzeológus a Jászkapitányok és a Redemció című előadásával emlékezett a Jászkun önmegváltás jeles mozzanataira, és az ezt megelőző, kísérő és követő történelmi momentumokra. Az ünnepség folytatásában a kapitányi tanácsok döntései alapján kiosztották a Jászkunság hagyománygyőrzéséért díjakat, melyet Györfi Sándor szobrászművész készített Jászberény, Turkelve városa és Fülepszállás község támogatásával. A Kiskun kapitányok Varga Istvánénak ítélték oda a díjat. Ma már nyugdíjas, de a helytörténeti kutatást továbbra is nagy szorgalommal és kitartással végzi. Készül Fülöpszállás 1945 utáni történetének megírására. A Kiskun kapitányok javaslata alapján Varga Istvánné Fajszi Mária a Kiskunság és a történelmi Jászkunság hagyományőrzésében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként méltó a Jászkunság hagyományőrzéséért díjra, amelyet Borbás Ferenc Jászkun főkapitány ad át a díjazottnak. Szintén díjazták a Nagykun kapitányok Ruzicska Ferenc újságíró helytörténeti kutatót, akinek 10 könyve, több tucat tudományos cikke és közel 4000 publicisztikai írása jelent meg helytörténeti témában. Ruzicska Ferenc sokat tett a kunság honismereti emlékeinek megőrzéséért. A Nagykun kapitányok javaslata alapján Ruzicska Ferenc a Nagykunság és a történelmi Jászkunság hagyományőrzésében végzett kiemelkedő munkája eredményeként és elismeréseként méltó a Jászkunság hagyományőrzéséért díjra. Amit a díjazott megromlott egészségi állapota miatt az ünnepségen dr. Barta Júlia néprajzkutató vett át. A Jászkun kapitányok díjazottja Besenyi Vendel. Besenyi Vendel alig 2 éve vehette át a hit és hagyománydíjat, melyet szintén a kapitányi tanácsnak köszönhet. Most újabb elismerésben részesült értékes városvédő, vallástörténeti és helytörténeti munkáinak köszönhetően. Besenyi Vendel eddigi helytörténeti munkásságával kitörölhetetlenül beírta nevét Jászberény és a Jászság aranykönyvébe. Munkáját Jászberény városa 2002-ben Pro Urban Jászberény díjjal ismerte el. A Jászkapitányok javaslata alapján Besenyi Vendel a Jászság és a történelmi Jászkunság hagyományőrzésében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként méltó a Jászkunság hagyományőrzéséért díjra.
Őseink 800 év óta élnek ezen a földön, ezen a területen, nyelvünket elveszítettük, beintegrálódtunk a magyar nemzetbe, magyarokká váltunk, de jász identitásunkat és jász hagyományainkat megőriztük, és őrizzük továbbra is, hisz ez a hagyomány a megtartó erő. Végül nemzeti ereklyénk kivonulása után az előjárók és az ünneplők ellátogattak a jász emlékmű lábához, hogy a jelenlévő jász, elszármazott jász, kis és nagy kun delegációk elhelyezhessék az emlékezés és a tisztelet koszorúit az összefogás jelképe előtt. A jászberényit követően jászapátin is megemlékeztek a redemptus ősök tetteiről és a tőlük örökölt identitásról. A jásztánc alapítvány Pántlika csoportja jó példája annak, hogy a sok-sok nemzedékek óta átörökített kárpát-medencei néptánckincset a magyarrá integrálódott jászok is őrzik, de még milyen jól őrzik. Ez jellemző a jászokra, rájuk lehet bízni a munkát, a harcot, az összefogást, az egységet. Mi itt a jászárban soha nem feledhetjük el, hogy a jász eleink egyszer már fizettek. Miattunk, mi értünk fizettek. Fizettek vérrel, és fizettek pénzzel. Mi ma is példaként állhatunk a világ, Európa és számos ország előtt, mert összefogásból, egységből, nemzeti öntudatból példát mutattunk. Jász elődeink kitaposták már előttünk az utat, nekünk azon csak menni kell tovább. Az országgyűlési képviselő kiemelte, hogy helyben nagy köszönet illeti a jász redemptus családokat. Köszönet illeti az ősöket, a jelenben tevékenykedő jász hagyományőrzőket, a kapitányokat, azokat, akik a jövő generációba plántálják az örökölt identitást. Ma is él, és már be is épült az önkormányzataiknak a gondolkodásába a hagyományok tovább élésének és fejlesztésének igénye. Nagyon köszönöm azt, hogy jászapátin is ez az igény egy nagyon magas szintet üt meg, és elért oda, hogy itt például mögöttem a redemciós emlékkiállítás létrejöhetett. Megemlékezés után díszes jászviseletes felvezetéssel indult az az emlékező séta, melynek célja a főtér díszparkja volt. Ott Tekse András városi főépítész ötletéből született az a sétány, ahol a helyi redemptus családok neveit viselő kopjafák előtt tisztelegtek a jászapátiak. Hírek, információk, felhívások következnek. Pócs János képviselő úr jelentkezett napirend előtti felszólalásra. Parancsoljon képviselő, öné a szó. A képviselő a jászberényi redemciós díszünnepsége már bejelentette, hogy a parlamentben is beszélni fog a jászok és kunok ügyéről. Az ősöktől kapott identitásról is arról, hogy a jászkun redemció emléknapja ne merüljön feledésbe. Elnök úr, a jászkunság tiszteletét és köszönetét nyilvánítja ki a Magyarországgyűlésnek, mert támogatja az olyan megemlékezést, mely ősi szülőföld szeretetével, szabadság szeretetével, öntudatával kapcsolatosak. A jászok nevében köszönöm a ház megtisztelő figyelmét. Köszönöm. A felszólalásra Rétvári Bence államtitkár reagált a kormány nevében.
A jászok túl azon, hogy magyarrá és keresztényi váltak, megőrizték eredeti karakterüket, a 17. századra már teljes mértékben integrálódtak a magyarságba, de eredeti jász vagy kun mi voltukat mind a mai napig tartják, hiszen erről beszélünk ma is itt az országgyűlésben. Azt is mondhatjuk, hogy az integrációnak egy nagyon jó példája voltak, hiszen eredet mítoszok, népszokások mellett magyarrá és keresztényi tudtak válni. Az államtitkár köszönetet mondott a jászok és kunok kulturális értékeiért, és példamutató a következő nemzedéknek tovább örökítő hagyományőrző tevékenységükért. A Jászságért Alapítvány kuratóriuma 26. alkalommal írt ki pályázatot a Jászságért díjra. Az elismerésre idén 9 személyt javasoltak. A kuratórium döntött. A 26. alkalommal átadandó Jászságért díjat és a vele járó 1 millió forintot Pap Izabella levéltáros helytörténésznek ítélték oda életpályája elismeréseként. Pap Izabella Jászboldogházán született, ma is ott él. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem levéltár szakán végzett 1987-ben. Egész szakmai pályafutása a Jász-Nagykun-Szolnok megyei levéltárhoz kötődik, első munkahelyéről ment nyugdíjba. Évtizedeken keresztül levéltári kutatók százait segítette útmutatással, jó tanáccsal. Elmélyülten foglalkozott Jászboldogháza helytörténetével, több önálló kötet és számos tanulmány, cikk szerzője, konferenciák, rendezvények előadója. Pap Izabellának a Nemzeti Kultúra Szolgálatában végzett munkássága megyeszerte ismert. A Jászságért díjat 2017. június 24-én az elszármazott és otthon élő jászok világtalálkozóján adják át Jászladányon. A Regiocom térségi hulladékszállítási non-profit Kft. Értesíti a lakosságot, hogy lomtalanítás lesz Jászapátin május 12-én, illetve május 15-én. Kihelyezhetők a nagyobb méretű berendezési tárgyak, bútorok, ágybetétek, háztartási berendezések, készülékek és ruhaneműk. A kistérfogató hulladékokat összekötött zsákban kell kihelyezni. A zsákok megtöltésénél figyelni kell arra, hogy azok kézi erővel mozgathatóak legyenek. Fontos, hogy a veszélyes hulladékot, építési törmeléket, fémhulladékokat vagy elektronikai berendezéseket nem szállítják el. 2017. május 12-én a hétfői járat területén, május 15-én pedig a keddi járat területén szállítják el a kihelyezett hulladékokat. Fennállásának 30. évfordulóját ünnepli idén a Pályer Antal Művelődési Ház. Ebből az alkalomból ősszel egyhetes rendezvénysorozattal készülnek múlt időző címmel. A versenykiírások, a pályázati felhívások már most elérhetőek, hiszen jó munkához idő kell. Legek kerestetnek, azaz keresik a legrégebbi színjátszót, a legrégebbi énekkari tagot, a legrégebbi dolgozót, óvónőt, tanítót, tanárt. Ha ön úgy érzi, valamelyik kategóriában rangidős, vagy esetleg ismer valakit, aki az, csatlakozzon a legek táborához. Mindezt május végéig teheti meg a feltüntetett telefonszámon, elektronikus úton vagy személyesen. Az intézmény fotógyűjtő akciót is indított. Minden fényképet, amely a művelődési házban készült, szkennelés erejéig kölcsön venne a művelődési ház, amelyekből a jubileumi ünnepen kiállítás nyílna. A fotókat 2017. június végéig várják a szervezők. A születésnapi rendezvény a gyermekkorosztályt is megszólítja. Rajzpályázatot hirdettek, melynek témája a Pályer Antal Művelődési Ház, illetve az ott átélt pillanatok ábrázolása, de az irodalom iránt érdeklődők is összemérhetik tudásukat egy szavalóversenyen, amelyre augusztus végéig lehet majd jelentkezni. A gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium és Szakközépiskola végzős diákjai is elballagtak a hétvégén, a héten pedig zajlik a 2017-es érettségi, izgalmas és meghatározó időszak ez az érintett középiskolás tanulók számára. A szakképzőiskolai tagintézménysége május 5-én pénteken hagyta el az Alma Mátert. Három szakiskolai, egy szakközépiskolai és egy technikus osztály fejezte be tanulmányait ünnepélyesen is. A gimnázium végzős tanulói másnap szombaton intettek búcsút a középiskolának. Az idén két osztály fejezte be tanulmányait, a 12. ások 9 évig, még a 12. bések 4 évig koptatták az iskola padjait és gyarapították tudásukat. Kívánjuk nektek, hogy ezen a hídon az élet ösvényén bölcsebb kiigazodjatok, és őrizzétek meg az ifjúság három nagy ajándékát, az értelmet,
a szépséget és a mosolyt. Az itt maradók nevében Utasi Borbála 11. A-osztályos tanuló köszönt el a végzősöktől, és diáktársai nevében jó kívánsággal, bátorító szavakkal látta el a ballagókat. A ballagás legünnepélyesebb perceiben a 12. osztályosok képviselői átadták az itt maradó diáktársaik számára az iskola zászlaját, rákötve a díszalagjaikat. Ezt követően az osztályfőnöki díj átadása következett. Osztályfőnöki díjat ebben az évben Szabóné Nagyenikő tanárnő érdemelte ki. A Gajdics András tiszteletét fémjelző osztályfőnöki díjat a diákság szavazza meg a legkiválóbb osztályelnök részére. A díjazott tanárnő könnyeivel küszködve köszönte meg a kitüntetést. A 12. A-osztály mellett kiteljesedni nem volt nehéz, de néha egyszerű sem. Jó volt veletek, nem csak én tanítottam, hanem nagyon-nagyon sokat tanultam tőletek. Köszönöm szépen ezt nektek. Ezután Mészárosné Drizner Rita igazgatóasszony mondta el ünnepi gondolatait. Remélem, hogy azok az értékek, amelyeket igyekeztünk titeket tanítani, nevelni, számotokra is fontosak lettek. Most úgy hiszük, hogy egy védett helyről indultok a felnőttek világába. Majd a fenntartó nevében Kovács József káplán atya szólt a diákokhoz. Felolvasta dr. Ternyák Csaba egri érsek úrnak a ballagókhoz írott levelét, melyben a hit, a hivatás és a hűség voltak a kulcsszavak. Az érettségi, amelyre készültök, nem csupán egy a többi vizsga közül, hanem arra utal, hogy érettek, felnőttek vagytok. Ezért ballagásotok ünnepén veletek együtt örülök. Kaspi Zsolt, 12. A-osztályos tanulónak kiemelkedő közösségépítő munkájáért. Könyvjutalmat és elismerő oklevelet kaptak a kimagasló eredményt elért diákok, és méltatták azokat a nebulókat, akik ösztöndíjban részesültek. Az elismerések átadását követően a ballagási ünnepség a végéhez ért. Meghatározó eseményt, jelentős hit követett a búcsúzó diákok életében. 1167 helyszínen 71.954 diák vizsgázik középszinten, emelt szinten pedig 47 helyszínen 1718-an. Május 8-án a magyar nyelv és irodalom, 9-én kedden a matematika, szerdán 10-én a történelem, 11-én csütörtökön az idegen nyelvi ismereteikről adnak számot a tanulók. Az Apáti gimnáziumban az előírásoknak megfelelően, telefonok és táskák előre kihelyezve, a táblán már szerepel a matematikai dolgozatok első és második részének időtartama. A tanulók a vizsga előtt fohásszal fordultak a Jóistenhez. Minden, ami kegyelünket, akad meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket. Frissítő ital, szőlőcukor és csokoládé. Agyserkentő kellékei a több órás feladatlapoknak. És persze a kabalák sem maradhattak otthon. Hát nekem van egy bagyom, amit egy nagyon kedves ismerősömtől kaptam a ballagásomra, úgyhogy mivel ez a tudás szimbolizálja, remélem, hogy nekem is át fogja adni a tudást a mai napra. Hát ez minden nap, tegnap is kint volt, és ezután is kint lesz. És a szóbelire is visszük magunkkal. Mennyit készültél egyébként az érettségre? Hát minden erőbedobásomat beleadtam. Tehát a jól felkészült érettségizőknek nincs mitől tartaniuk, főleg, hogy a matematika tanár az utolsó segítő szándékú intelmei is elhangzottak. A végén ellenőrzés nagyon kell, tudjátok, pontot ér. Pontban 8 órakor a felügyelő tanárok kiosztották a matematika érettségi feladatlapjait, a végzős diákok pedig hozzáfogtak egy újabb több órás agytornához. Erre a hétre ennyi volt az Apáti Hírmondó, köszönöm megtisztelő figyelmüket, riportjainkat keressék a Jász Trió Televízió weboldalán, a jttv.hu-n, vagy nézzék Facebook oldalunkat, kövessenek minket, képeket, friss híreket, galériákat találnak ott is. Minden jót, jó pihenést, viszontlátásra!